Egy kis szabadság, megbánás és segítő szándék. A Győr-Moson Sopron megyei büntetésvégrehajtási intézet még 2009-ben indította útjára Megbántam, jóvá tenném elnevezésű programját, melynek újabb állomásaként a győrúj baráti Pittypangó óvoda kerítését festik le azok az elítéltek, akik önként jelentkeztek. Ezen óvodáknak a kerítésére már nagyon ráférne, hogy átvessük, és ebbe fogadókészségre találtunk, és így aláírtuk az együttműködési megállapodást, és a fogvatartottak a mai napon elkezdték festeni az Óvoda utcai óvodánknak a kerítését. Úgy gondolom, hogy ez valaminek a kezdete, és nem pedig a vége. Bízom benne, hogy mindegyikünk megelégedésére ezt majd tovább tudjuk folytatni. 5 fogvatartott érkezett felügyelet mellett az intézménybe, évente pedig körülbelül 4 helyszínre látogatnak ki, hogy azokat a környékbeli intézményeket segítsék, amelyek így komoly összeget takaríthatnak meg, hiszen az elítéltek lemondtak díjazásukról. Egyik stábunknak is nyilatkozott, de kérte, hogy az arcát sem mutassuk. Amikor ilyen lehetőség van, hogy tudunk segíteni bármikin és bármilyen iskolán, egyéb ilyen óvodán, mint például most, természetesen szívesen tesszük. Egyrészt azért, hogy ez más, mint a börtönön belüli élet, egy kis szabadságot ad, annak ellenére, hogy felügyelettel vagyunk ittként, de szívesen teszünk minden olyat, ami hasznos a társadalomnak. A győrúj baráti Pittypangó óvodában szívesen fogadták a jótevő munkerőt, akik szemlátomást élvezték a friss levegőt és a napsütést. Nagyon örültünk neki, hogy így módon is segítséget nyújthatunk a társadalomba visszakerülni embereknek, és külön örömömre szolgál, hogy szinte egy szakemberi gárdát köszönhettünk itt, hiszen előre meg nem beszélt probléma is adódott. A tegnapi nap folyamán letört a bejárati ajtón kapuja, és az egyik úr azonnyomban hegesztőapparátot kért, és már is nekiállt, és azon munkálkodik, hogy a gyerekek biztonságát en módon is tudjuk őrizni. Egyébként, amíg a 2009 óta működő program első éveiben még a Büntetés Végrehajtási Intézet kereste a lehetőséget, hogy ilyen módon segítsen, addig az elmúlt 2 esztendőben már az egyes intézmények keresik meg a börtönt, hogy szívesen fogadnák az elítélteket, akik legközelebb Győr-Szent Ivánon tanúsítanak megbánást.